Szerintetek az a helyzet, hogy mióta itt voltam a keretben, azóta már az is kiderült számomra, hogy a közeljövőben el fogom kezdeni felvenni az első szóló albumomat, és ezért igyekeztem főleg olyan dalokat idehozni, ami tudok nektek mondani, hogy ez nem sokan meg fog jelenni a szóló albumomon. Viszont van egy dal, amit nem szabad kihagyni, mert úgy néz ki, hogy nagyon szeretik az emberek, és fel kell hozzá vennem a Jackie-met. Még annyit mondok be, hogy idézzek egy Békés megyei metal zenekart, illetve az énekesüket. Nem pofázok sokat, mert hosszúak a dalok. Na, 1993-ban édesapám a Szabadkígyósi Kábel TV-ben azt mondta, mikor megkérdezték, hogy a zenekar milyen műfajt játszik, hogy trikót. És mikor kérdezte értetlenül a különben a tanítónő, de akkor interjút csinált vele. Megkérdezte, hogy képzeljük el azt, hogy trikó. Édesapám azt mondta 17 évesen Délcegen, hogy ha van blues, legyen trikó. Van blues, legyen trikó, Szécsi Páltól fekete rigó, vagy kismatár, vagy apám tudja, ha lefotózom, milyen fajta. És innentől ugyan rímekbe szedve, de igyekszem minél jobban lemásolni azt a szöveget, amit ez a tanítónő mondott ebben a riportban. Figyelem, életem legszebb sorai következnek. Három különös fiatal ember, akikkel találkoztam a kultúrház előterében, végre jókat is hallottam, milyen komolyan vettétek ezt a gitározást, fiú, volt már a férunk korábban, végre jókat is hallottam. Az én lovam a végtelenbe száll velem a pusztán. Az én lovam a végtelenbe száll. Az én nyűrűm az én ujjamat úgy elszorította, az ujjamból kicsordult a vér. Apám hős, rajta trikóban, hogy szól ez majd a keverőben, a lányok majd nézik a piros gitár apám kezében. Az én lovam a végtelenbe száll velem a pusztán. Az én lovam a végtelenbe száll. Az én gyűrű az én ujjamat úgy elszorította, az ujjamból kicsordult a magányos út.